Köszöntöm Önöket, Gettó Márton vagyok. Adásunkban az elmúlt év legfontosabb, legérdekesebb híreiből, történéseiből válogattunk Önöknek. Visszatekintünk az év emlékezetes pillanataira. A sikeres próbaüzem után augusztus végén megkezdte működését a Budapesti Közművek FKF hulladékgazdálkodási divízió új hulladéklerakó állomása a 18. kerületben a Cséri telepen. Ezzel egy újabb, szelektíven gyűjthető szemét teljes palettáját átvenni képes hulladékudvar jött létre, amellyel a kispestiek is jól jártak, hiszen itt olyan kisebb mennyiségű hulladékot, például sittet is leadhatnak, amelyet eddig máshol nem lehetett. Budapest uniós támogatásból újabb lépéssel került közelebb a fenntartható hulladékgazdálkodáshoz. Megkezdte működését az FKF logisztikai szolgáltató központja, amely nem csak átrakóállomásként funkcionál, hanem helyet ad egy új hulladékudvarnak is, amellyel már 18 lakossági hulladékudvar áll a budapestiek rendelkezésére. Amit megveszünk, annak jelentős része utána kukába kerül, és az a kérdés, hogy a kukából hova? A körforgásos gazdasági stratégia arról szól, hogy amit ma a kukába kerül, a zöld kukába, az oda ne kerüljön, hanem próbáljuk meg bent tartani valahogy a körforgásba. Nyilván van egy hulladékpiramis, szoktunk erről beszélni, ez egy fordított piramis. A legfontosabb része az, hogy azon kell a közösségünknek dolgozni, nem csak a budapesti közösségnek, nem csak Magyarországnak, nem csak az Európai Uniónak, de egyelőre itt vannak ilyen ambiciózus célok, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk. Tehát minél kevesebb olyan dolgot, terméket állítsunk elő, ami a végén a kukába végzi. A logisztikai és szolgáltató központot egy kármentesített területen alakították ki, amelyet korábban hosszú ideig szeméttelepként használtak. Ez a logisztikai szolgáltató központ, ami közel 400 tonna hulladékot képes magába fogadni és kiszállítani, mindig oda, ahova éppen a legcélszerűbb. Megint nem szeretném itt elhúzni az időt, de számunkra preferencia, hogy minél nagyobb legyen a hasznosítási arány. Tehát amikor csak lehet, mindent a huhába kell vinni, mert ott energetikailag hasznosul távfűtés, villamos energia, és vannak téli időszakok, amikor majdnem mindent oda kell irányítani. És akkor gyakorlatilag a gyűjtési logisztikát is ehhez kell igazítani. De amíg ez a létesítmény nem volt, addig nem volt puffer kapacitás. A most átadott logisztikai és szolgáltató központ éves szinten 110 ezer tonna kommunális hulladék átragását teszi lehetővé teljesen zárt, szag- és pormentes technológiával, alacsony zajkibocsátás mellett. Ennek eredményeként egy tömörített hulladékot szállító teherautó pótkocsival együtt akár 2,5-3 hulladékgyűjtő jármű rakományát tudja környezet kímélőbb és a fővárosi közúthálózatot kevésbé terhelő módon a hulladékkezelés helyszínére eljuttatni. Ahol vagyunk most, az Pest-Szentlőrinc területe, a Méta utcától, a Kispest kertvárosától néhány száz méterre állunk egy hulladéktömörítő átadása, műszaki átadása megtörtént, és a próbaüzemet néztük meg, hogy aminek a feladata az, hogy a környékből, így Kispestről is, a lakossági hulladék összegyűjtésé után ezen a telephelyen tömörítik szemetes kocsiknak a tartalmát, és innen és egy speciális konténeres kocsival vagy pusztazámorra viszik le a nagy lerakóba, a fővárosi nagy lerakóba, vagy hát főleg téli időszakokban pedig elégetik az égetőműbe. Az FKF logisztikai szolgáltató központja mellett helyet kapott a területen egy új hulladékudvar is, ahol a hét minden napján díjmentesen adhatják le csomagolási és egyéb anyagfajtánként szelektíven gyűjtött veszélyes, illetve speciális kezelést igénylő hulladékaikat a budapestiek. Ide fogják hozni a délpesti kerületekből a hulladékot, itt tömörítik, és majd innen fogják tovább szállítani. Ez azért jó, mert nem közvetlenül terhelik majd az utakat a több tonnás kamionok, hanem itt, innen a már a tömörített hulladékot fogják elszállítani. És ezért is hasznos ez a létesítmény, illetve most, hogy a próbaüzemen túl vagyunk, szeptembertől a lakosság is hozhat ide kommunális hulladékot, illetve ugyanúgy, ahogy a Besence utcába, itt is mindenféle hulladékot átvesznek, mindenféle szelektív hulladékot. A hulladék átrakó telep működése jelentősen hozzájárul a délpesti kerületek, így Kispest hulladékgyűjtésből adódó forgalomterhelésének és a hulladékgyűjtő járművek károsanyag kibocsátásának mérsékléséhez.
Az elkövetkezendő válságos és bizonytalan időszakról és annak feladatairól tanácskoztak a Szociális Kerekasztal tagjai a Városházán. Vincek György alpolgármester szerint a kormányzati megszorítások, az orosz-ukrán háború, az energiaválság komoly kihívások elé állítják a kerületben dolgozó szociális szakembereket, civil és önkormányzati szervezeteket, akiknek egyre több bajba jutottnak kell majd segíteniük. Komoly kihívások előtt áll a kerület vezetése, illetve szociális intézményei. A kormányzati elvonások és megszorítások, az energiaválság, az orosz-ukrán háború, valamint az újra várható járványügyi intézkedések várhatóan rengeteg embert fognak nehéz helyzetbe sodorni a közeljövőben, emelte ki beszédében Vincek György alpolgármester. Mint mondta, fontos lenne minél hamarabb felkészülni és együttes erővel hatékonyan segíteni a bajba jutott kispestieken, ezért arra kérte a jelenlevőket, hogy higgadtan, a pánikot elkerülve fogjon össze a szakma. Attól tartok, hogy lesz egy olyan réteg, amely nem a legszegényebb kategóriában lesz nehezen túlélő. Tehát én azt gondolom, hogy talán akik a legszegényebb helyzetben voltak, akkor minden támogatást ők megkapnak továbbra is. Igaz, hogy a magas infláció, ne felejtsük el, ami szintén nap mint nap éljük, az őket is fogja sújtani. Tehát, hogy enni kell, gyermeket kell nevelni, iskoláztatni kell. Tehát lehet, hogy rezsire nem kell nekik többet fizetni, mint eddig, mert az egy fix áras, és az nem fog változni, de az élet, a napi élet az infláció miatt sokkal többe fog kerülni, és képesek-e azt kitermelni, lesz-e bármilyen kompenzáció a tekintetben, hogy ezeket a nagyobb terheket képesek legyenek tartósan fizetni. Tehát attól tartok, hogy azért ilyen csoportok előjönnek a legszegényebb részekből is, és szerintem a középosztály alsó része az, ami elszenvedhet, és az egy új célcsoport lesz majd a segélyezésben, mert ők eddig nem voltak segélyezve, és lehet, hogy beleszorulnak ebbe, hogy nekik is majd támogatás kell, hogy részben a rezsi emelkedéseket, ami már az átlagon felüli fogyasztásra értendő, illetve a magas inflációra. És ne felejtsünk el Kispesten is egy olyan csoportról, ami a vállalkozók része, akik mondjuk eddig a vállalkozásaik akár katásak, akár nem katások voltak, de ott is inkább a rezsit látom nagyon nagy problémának, hogy a működő vállalkozások ki tudják-e termelni például a rezsiköltség növekedések terheit, hogy el tudják-e a szolgáltatásokat adni ezzel a magas rezsivel. A Kispesti Szociális Kerekasztal ez alkalommal csak úgy, mint a járvány előtti időszakban a Városháza dísztermében zajlott. A korábbi évek gyakorlata alapján a kerekasztal tagjai beszámoltak az elmúlt év tapasztalatairól, számba vették az elvégzett vállalásokat, és megfogalmazták az új feladatokat. A meghívottak között voltak a kerületi civil, karitatív és érdekvédelmi szervezetek, egészségügyi intézmények munkatársai és a helyi egyházak képviselői. Elsőként Blázi Krisztina, a humán szolgáltatási és szociális iroda vezetője, beszélt a fővárosi önkormányzat megbízásából készülő összefoglalóról, amely a helyi hajléktalan ellátás elemeit foglalja össze a fővárosi önkormányzat szakemberei számára. Amit a koncepcióban rögzítettünk meg, amit beszámolókon szoktunk testület elé vinni, az tulajdonképpen nagy részt a Vöröskereszt és a kerületi civileknek a munkájáról szokott szólni, ami ugye az intézményi ellátásra vonatkozik. De ez az anyag, amit most készítünk, ez annyiból bővebb, hogy a hajléktalanság preventív oldalát is jobban firtatja, tehát ott is feladataink lesznek, illetve amiket mi már most is csinálunk, azokat rögzíteni fogjuk, és a rehabilitációs részre, tehát hogy mi van az intézményi ellátásaink után, arra is nagyobb hangsúlyt fogunk tudni fektetni. Az az anyag, amit közösen fogunk elkészíteni az előbb felsorolt intézményekkel és a vagyongazdálkodási iroda munkatársaival, illetve a polgármester urakkal, az bele fog kerülni egy-egybe ebbe a koncepcióba. Az irodavezető arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban úgy is segítette a kispestieket, hogy helyi rendeleteiben újra szabályozta, módosította a települési támogatások elérhetőségének szabályait, így lényegesen nőtt a méltányossági kör, többen felelhetnek meg a jogosultsági feltételeknek, például a lakhatási, illetve a születési támogatásoknál.
Vigné Vince Erzsébet, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum vezetője szerint nem szabadna lemondania a kerületnek egy korábbi családi hotelnek nevezett elképzeléséről. Ami arról szólt volna, hogy bizonyos családok nyilván nem hajléktalanok, hanem akik nagyon nehéz helyzetben vannak, és az ő számukra jelentett volna 5 évi lakhatási megoldást úgy, hogy a továbbtanulást, munkakeresést, fejlődést, tehát egy csomó mindent mellétéve, fejlesztést mellétéve, 5 év után egy sikeres továbblépésre tudtuk volna felkészíteni a családokat, vagy ez lett volna ennek a családhotelnak a funkciója. Ugyancsak fontos támogatói program lenne a karbantartói brigád ötlet, amely az időseknek segítene a ház körül felmerülő apró javítások, festések, szerelések, szállítások szervezésében. Ezek a programok ugyanakkor csak is pályázati pénzekből tudnának megvalósulni, amire most nincs lehetőség. A gazdasági helyzet romlását mutatja az is, hogy rohamosan csökken a Magyar Élelmiszerbanktól naponta kapott élelmiszerek mennyisége, számolt be a Szociális Szolgáltató Centrum vezetője. A segítőkész Kispesti gondozó szolgálat vezetője Balázs Piroska a pandémia alatt végzett erőnfelüli munkáról, összefogástól beszélt, és felsorolta mindazokat a programokat, szolgáltatásokat, amelyeket nyújtanak az ellátottak számára. Varga Attila alpolgármester az önkormányzat szociális lakásállományáról szólva megjegyezte, most is rengeteg a krízishelyzetben élő, akiknek azonnali segítségre lenne szükségük, de az önkormányzatnak nincs megfelelő számú és minőségű lakása erre. Az anyagi lehetőség azok nyilván sajnos nagyon alacsonyak ahhoz, hogy akár építkezzünk, akár vásároljunk ingatlanokat nagy darabszámban, sok családot kiszolgálva, de nyilván a vagyongazdálkodás keretein belül igyekszünk sok lakásfelújítást végrehajtani, illetve ha van rá lehetőségünk, akkor lakásokat vásárolni. Évente maximum 10 lakás felújítására, kiutalására van lehetőség, de most is 70 kérelmező vár pozitív döntésre. A tanácskozáson szóba került a Kispesti Helyi Esélyegyelőségi Program, aminek kapcsán elhangzott, hogy egyre gyakoribb, 2 év alatt 23 esetről tudni, a családon belül elkövetett erőszak. A problémák sokrétűek és összetettek. Jelen pillanatban azt tudjuk, hogy nagyon figyelni kell a társadalmi változásokat, folyamatokat, és hát amint valami kép összeáll, azonnal hát jelezni ezeket. Elsősorban magának a kormányzati szerveknek, a parlamentnek, tehát én azt gondolom, hogy nekünk olyan funkciónk is van, ami a mi erőnket meghaladja egy önkormányzat erejét, de úgy látjuk, hogy olyan társadalmi mozgás van, folyamat van, akkor azt a leghatékonyabban kommunikálni kell, és javaslatokat továbbítani a törvényhozás felé, hogy ebben ők is segítsenek. Zárszavában Vincek György alpolgármester arra kérte a kerekasztal tagjait, hogy az elkövetkező időszakra csak olyan feladatokat, vállalásokat fogalmazzanak meg, amelyek teljesíthetőek. Azonnali segítséget nyújtanak és gazdaságilag vállalhatóak. Tavaly is több bérlakást újított fel az önkormányzat. Nyáron például egy a Fő utcában található 53 négyzetméteres ingatlan készült el, több mint 7 millió forintból. A 10. emeleti panorámás lakásba egy 4 tagú család költözött átmenetileg. Az egyik legégetőbb szociális kérdés a kerületben a lakhatás kérdése. Sokan kerülnek akár a Covid-járvány következményeként, akár más okok miatt önhibájukon kívül átmenetileg olyan mély krízisbe, hogy akár a tetőt is elveszítsék a fejük fölül. Az önkormányzat továbbra is igyekszik minden bajba jutott kispesti családnak segíteni az otthon teremtésben. Az önkormányzat bérlakásainak száma ugyanakkor véges, éppen ezért csak a leginkább rászorulók tudnak élni a lehetőséggel. Megpróbálunk megtenni mindent azért, hogy azokat az önkormányzati lakásokat, amelyeket tudunk hasznosítani, mert az adott időszakban megüresednek, ezeket felújítsuk, és újra vissza tudjuk adni a kerületben élőknek, főleg azoknak, akik nagyon komoly lakhatási problémákkal küzdenek. Most is 7 ilyen önkormányzati lakást újítottunk fel, ezek közül az egyik az, amiben most itt vagyunk a Fő utcában, és még további 6 vár arra, hogy megújulhassanak, és megújult formában tudjuk bérbe adni. A lakáshoz jutás ebben az évben nem pályázati úton, hanem rendkívüli bérbeadás keretében valósul majd meg. Ennek az az oka, hogy nagyon sokan igényelnek krízis lakást. Jelenleg is 30-35 nehéz helyzetben lévő család vár arra, hogy a városvezetés megoldja lakhatási problémáját.
Egy négytagú család fog majd ide beköltözni, akik nagyon nehéz anyagi körülmények között vannak, és nagyon rossz egészségügyi állapotban vannak, hogy ők már nagyon várják azt, hogy egy ilyen tiszta, rendezett életkörülmények legyenek számukra biztosítva, és az átadás átvétel, műszaki átadás átvétel után hamarosan szerződést kötünk velük, és megtörtént a beköltözés. Én bízom benne, hogy egy hosszú távú segítséget tud nyújtani az önkormányzat, hiszen anélkül, hogy részletezném, hogy milyen problémájuk van, azért ez a fajta lakhatás nagy mértékben fog segíteni úgy az egészségi állapotán a család egy részének, úgy, mint az anyagi helyzetükön. A Főutca 23 szám alatti 1+2 félszobás lakás több mint 7 millió forintból újult meg. Az önkormányzat idén 77 millió forintot különített el a költségvetésben lakásfelújításra. A gazdasági ellátószervezet költségvetésében ingatlan felújításra 30 millió forint áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy az önkormányzat bérlakásait felújítsuk elsősorban, először az kell, hogy ezek valamilyen módon üressé váljanak, tehát a bérlő elköltözzön, lemondjon róla, és hogy az önkormányzat újra birtokba kerülhessen. Általában sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon rossz állapotban kapjuk vissza ezeket a lakásokat. Például erre az 53 négyzetméteres panel lakásra is 7 millió forintot kellett fordítanunk. Az átlagos felújítási költség lakásonként nettó 6-7 millió forint, de az építőipari anyagárak folyamatosan és drasztikusan nőnek. A szerződéseket alapvetően egyéves szerződésre kötjük meg, pontosan azért, mert nem hosszú távú problémát szeretnénk megoldani, nem hosszú távú programokba szeretnénk ilyenkor részt venni, hanem egy úgynevezett krízishelyzetet szeretnénk megsegíteni, mert a krízishelyzet megoldását szeretnénk megsegíteni, ami ugye arról szól, hogy egy rövid idő alatt egy olyan nagyságrendű segítséget tudjunk nyújtani, ami biztosítja a családnak az egyébként normális életvitelhez szükséges feltételeket. A szerződésekben megállapított bérleti díj függ a lakás méretétől, a felszereltségtől és a komfortfokozattól, de minden esetben a piaci árhoz képest sokkal alacsonyabb, figyelembe véve a beköltözők nehézségeit. Összességében mintegy 700 önkormányzati lakás van Kispesten. Ezek közül azonban sok terhelt, mert a bérlők milliós tartozásokat halmoztak fel, így a lakásokat nem lehet újra kiadni, csak a tartozás rendezése után. Idén eddig már 4 lakást újítottak fel, és további 3 felújítása jelenleg is folyamatban van. A fejlesztésnek köszönhetően alacsony padlós villamosok is közlekednek az 50-es vonalán. A határúti metró megállótól az Üllői úton át a Pest-Szentlőrinci béketérig. Hétköznaponként 3 modern alacsony padlós légkondicionált, energiahatékony, biztonsági kamerával ellátott szerelvény állt forgalomba a vonalon. Szeptember elejétől 3 új alacsony padlós, klimatizált KAF villamos fogja szállítani a kispestieket az 50-es villamos vonalán, jövő nyárig pedig további 4 szerelvény kerül üzembe. Az elmúlt években a főváros által beszerzett modern járművek Kispest talán legforgalmasabb szakaszán a határúti metróállomás és a Pest-Szentlőrinci béketér között szállítják majd az utasokat. Nagy öröm is nagyon meg kell becsülni, ha ilyen nehéz gazdasági körülmények között is, amilyen a mostani, fejlődni tud egy város, mondta Karácsony Gergely főpolgármester, aki személyesen eljött, hogy tanulja legyen az első szerelvény befutásának. A jövőbe vezető út a minőségi közösségi közlekedésen keresztül vezet. Nem csak a belső, hanem a külső kerületek is szenvednek az átmenő forgalomtól, attól, hogy naponta több százezer autó érkezik a városba, és ennek az egyedüli alternatívája, ha a közösségi közlekedés színvonalát versenyképessé teszik a gépjármű közlekedésével, mondta a főpolgármester a határúton tartott sajtótájékoztatón. Az energiaválság, a megélhetési válság, a klímaválság idején nagyon-nagyon fontos minden fejlesztés, ami abba az irányba visz minket, hogy fenntartható módon, energiatudatosabban, a természeti erőforrásainkat okosabban használó módon éljük meg a hétköznapjainkat. A délpesti régióban számos közlekedésfejlesztési beruházás van folyamatban. A 3-as metró felújítása és a határúti metró megálló aluljárójának akadálymentesítése, ami szintén a régió és a belváros összeköttetését szolgálja. Karácsony Gergely megerősítette, hogy a fővárosi közgyűlés továbbra is biztosítja a 14 évnél fiatalabbak ingyenes közösségi közlekedését. Kispest polgármestere Gajda Péter felidézte Mukit, azt a gőzvontatású 1880-ban indult vasutat,
amely a lőrinci téglagyárat kötötte össze Kispesttel és Budapesttel. A kispestiek akkor néhány év alatt elérték, hogy az eredetileg teherszállításra épített vonalon személygépkocsik is közlekedjenek. Ez egy nagyon fontos fejlesztés a kerület életében, az 50-es villamos vonalának megújítása, illetve az, hogy most ezekkel az új szerelményekkel találkozhatunk, hiszen annak idején több mint 20 évvel ezelőtt, amikor a kerületben megérkeztek az 50-es vonalásra az UV villamosok helyett a hannoveri szerelmények, már akkor megfogalmazódott az itt élőkben az az igény, hogy jók ezek a hannoveri villamosok, de jó lenne, ha megérkeznének az alacsony padlósak is. Hát most elérkezett ez a pillanat, és talán mögöttem is látható, itt vannak az új KAF villamosok. Az, hogy ezek a szerelmények itt állhatnak egy hosszú munka következményére, illetve az eredménye az elmúlt hónapokban, hogy nem közlekedtek a szerelvények, egy fejlesztés zajlott a vonalon, a villamos hálózat felújítása zajlott, korábban pedig új megállók épültek Kispesten, illetve Lőrincen is, valamint itt a határúton, és ezután kezdhetnek mától járni ezek az új korszerű villamosok. Kunhalmi Ágnes, Pestcent Lőrinc, Pestcent Imre országgyűlési képviselője, egyik főválasztási ígérete valósult meg azzal, hogy alacsony padlós villamosok járnak az 50-es vonalon. A főváros a 18. és a 19. kerület közösen idő előtt teljesítette a vonal korszerűsítésére tett ígéretét. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy akkor, amikor ilyen fejlesztések lezajlanak, vagy elindulnak, mint a villamos, vagy például az Üllői útnak a felújítása, az óriási hatással van egy olyan perem kerületre, mint a 18. kerület. Az ott lévő ingatlanok nagymértékben, ingatlanoknak az értéke nagymértékben növekszik, tehát nem csak arról van szó, hogy jobb életet biztosít a kerület lakosainak, és ezt el tudtuk érni, hanem az ő ingatlanjaik is nagymértékben áraik emelkednek. Szaniszló Sándor, Pestcent Lőrinc, Pestcent Imre polgármestere, csak úgy, mint Gajda Péter, a Béli reményét fejezte ki, hogy miként az 50-es villamos vonalát, a 42-esét is meg tudják újítani a közeljövőben a nehéz gazdasági helyzet ellenére. Sőt, meg is tudják hosszabbítani egészen a 18. kerület központjáig. Főleg a reggel és délután csúszban egy kifejezetten forgalmas vonal. Hosszú vonal a vége, az nem olyan zsúfol, de a belső része igazából Pest-Lőrinc központjától befele egy eléggé komoly vonal. Tehát itt jól fog tenni azt, hogy egy ilyen hosszabb, nagyobb befogadó képességű villamos fog járni majd mostanától kezdődően. Van tapasztalat a régi villamosok vezetésében, itt van ez az új. Mennyivel kényelmesebb, mennyivel jobb ezt vezetni? Hát sokkal kényelmesebb, tehát kényelm szempontjából ég és föld a régiekhez képest. Vezetés szempontjából azt mondom, hogy azért jó, sokkal többet tud ez a villamos. Szintén a kényelem vezetés szempontjából is előjön. Van benne, ami furcsa, például ezen már ilyen kamerarendszer van, tehát nem a tükröt nézem, hanem kamera van benne. Teljesen másképp látom más szögből az utasokat. Azért én úgy gondolom, hogy a jövő technikája az ez a villamos lesz. A fővárosnak összesen 51 KAF villamos beszerzésére van szerződése. Az új szerelvények közlekedéséhez szükséges infrastruktúrális változtatásokat több lépcsőben már elvégezték a szakemberek. Az benne nagyon jó, hogy a különböző funkciói gombok egy helyen találhatók, tehát az ajtókat így kezelem, nagyon kézzel esik minden, pálcsengő, homokszóró, sínfék, ezek az ilyen biztonsági berendezések itt találhatók, irányjelzők ezen a pulton vannak, váltókapcsolók, tehát elég jól össze van téve olyan szempontból, hogy ami kell használnom, az jól megközelíthető, könnyen elérhető és kéznél van. A KAF villamosok többek között a jobb menetdinamikai tulajdonságok, valamint a légkondicionáló berendezés miatt a jelenleginél magasabb áramfelvételt igényelnek, ezért meg kellett erősíteni a tápkábel hálózatot, valamint több helyen cserélni kellett a felső vezeték tartó oszlopait is. A vágányhálózat fontos elemei szintén megújultak a vonalon. Megújult a Madách utcai gyermekfogászat, újabbra, modernebbre cserélték a kezelőegységet, valamint az egyik rendelőt, a fogadóteret és a kerti bejáratot is felújították. Az önkormányzat és a Kispesti Egészségügyi Intézet több mint 10 millió forintot költött a beruházásra. Tavasszal született meg az elhatározás a gyermekfogászat felújításra. A bejárati és a fogadótéri burkolat elhasznált, balesetveszélyes volt, így szükségessé vált a cseréje. Kopás és ütés álló az egészségügyben használatos kőpadlóra. A padlóburkolaton kívül lefestették a szobákat, korszerűsítették a bútorzatot és lecserélték az egyik fogászati kezelőegységet. Itt minden munka gyakorlatilag az intézet
műszaki osztályának a kitűnő szakember gárdájával valósult meg, tehát a festést, a burkolatcsere egyedül nem, de a festés, a vízcsövek cseréje, a vízrendszernek a korszerűsítése, a butornak az elkészítése, ez tulajdonképpen az informatikai hálózatnak a korszerűsítése, ehhez igazítva a telefonrendszert. Itt ez nagyon komoly munkát igényelt, és tulajdonképpen ezt az egészet mi arra terveztük, hogy augusztusban valósuljon meg, amikor nincs nagyon beteg forgalom, és szabadságra mentek a kollégák kollektíve, tehát így zavartalanul ment itt a munka. Ezt a mellettem lévő kezelőegységet cseréltük most le, 13-ban volt ez előzőleg lecserélve, elhasználódott, úgyhogy időszerű volt ennek a korszerű 21. századi nagyon minden célnak megfelelő kezelőegységre történő cseréje. Itt minden a padló burkolat alatt fut a vezetékek, tehát nem zavarja az asszisztenst, a klienst, a doktort a munkában. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök ennek. Nagyon jelentős önkormányzati támogatással valósult ez meg. Én azt hiszem, hogy ez az itt dolgozóknak az örömére van, és a kisbetegeink örömére is. A gyermekfogászaton 2013 óta működött az a fogászati egység, amelyet most egy új korszerű kezelőegységre cseréltek le. Ez az új fogászati kezelőegység lehetővé teszi, hogy egy nagyobb színvonalon kezeljük majd a gyermekeket sokkal gyorsabban, mint eddig. A felső karos a szék, az azt jelenti, hogy nem fognak beleakadni a gyerekek a lábukkal, és sokkal kényelmesebb mind az orvosnak, mind a páciensnek, sokkal könnyebben mozgatható, könnyebben kezelhető, nagyobb fényereje van, és egy sokkal erősebb szívórendszerrel rendelkezik. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ezt megkaptuk. Illetve van egy elektrokauter hozzá, amivel kisebb sebészeti beavatkozásokat is el tudunk majd végezni. 2019 óta az egészségügyi fejlesztések éveiről lehet beszélni Kispesten, hiszen voltak kisebb és nagyobb beruházások ezen a területen. Egy új kezelőegységet sikerült beszerezni, és emellett egyébként a fogadótér, illetve a épület bejárata is megújulhatott, több mint 10 millió forintot tudtunk erre a célra szentelni a Kispest Egészségügyi Intézet, illetve az önkormányzat költségvetéséből. Szeretnénk a jövőben is folytatni az ilyen típusú programjainkat, akár itt a Madács utcában, akár a Kispest Egészségügyi Intézetben, úgyhogy talán elmondhatjuk, hogy minden nehézség ellenére ez az időszak tényleg az egészségügyi fejlesztésekről fog szólni Kispesten. Az új korszerű fogászati kezelőegységen kívül felújított kerti bejárattal, fogadótérrel és rendelővel várja a kicsiket és nagyokat a fogászat. A Kispesti Egészségügyi Intézetben is folytatódtak az egészségügyi fejlesztések. Számos felújítás mellett idén a szemészeti részleget is teljes körűen felújították. Szintén tavasszal született meg a döntés az Egészségügyi Intézet szemészeti részlegének felújításáról. A májustól tartó munkálatok során a burkolattól kezdve a vízvezetékrendszeren és az informatikai hálózaton át mindent korszerűsítettek. Kispesti Egészségügyi Intézetben is folytatottak a felújítások és a fejlesztések az önkormányzat és az Egészségügyi Intézet vezetésének köszönhetően, illetve összefogásának köszönhetően. Ugye itt az elmúlt időszakban rengeteg fejlesztés valósult meg, köszönhetően a főváros, a kormányzat, az Egészségügyi Intézet és az önkormányzat összefogásának. Most a szemészet újult meg, több mint 12 millió forintból, melyet az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosított az Egészségügyi Intézetnek. 5 kezelőegység, 5 rendelő műszaki felújítása zajlott az elmúlt hónapokban, és ezt az Egészségügyi Intézet vezetése úgy tudta megoldani, hogy közben a rendelések is rendben zajlottak, tehát azt gondolom, hogy most, amikor már az új rendelőkben tudják a pácienseket fogadni a szakemberek, a kispesti szemészek, akkor valóban mindenki azt tapasztalhatja, hogy korszerű 21. századi körülmények között kapja meg azt az ellátást, amire szüksége van. Teljes körű felújítás zajlott a szemészeti részlegen,
melyel az egynapos sebészeten végezhető szemműtétek előzetes vizsgálatait tették korszerűvé. Mindent kicseréltünk, szó szerint mindent, tehát burkolat, falfestés, butorcsere, minden a legkorszerűbb az igényeknek megfelelően. Mindig hallgattuk, hogyan szeretnék a dolgozók, mi a kívánság, ezt nagyon szem előtt tartottuk. Minden a legkorszerűbb, minden a mai igényeknek maximálisan megfelelő. Mindent eltüntettünk a padlózatról, vezetékek nem futnak ezzel, hozzásegítettük, hogyha kerekes székkel érkező mozgássérült beteg jön, akkor ne jelentsen ez akadályt senki számára, szélesek az ajtók, megszűntek a küszöbök. A felújítást az intézet műszaki osztályának szakemberei végezték. Az 5 vizsgálóhelyiségben egész nyáron folytak a felújítási munkálatok, azonban a személyzeti rendelés és a vizsgálatok a felújítási időszak alatt is zavartalanul folytak. Tavaly is megrendezték a nyugdíjas egészségnapot a KMO-ban. Az ingyenes szűrővizsgálatok mellett a regisztrált résztvevők szenior örömtáncon, valamint az Alzheimer Káfi előadásán is részt vehettek. Második alkalommal tartották meg a nyugdíjas egészségnapot a KMO-ban. Idén melanóma és demencia szűrésen, oszteoporózis vizsgálaton, vérnyomás és vércukorszintmérésen, boka, karindex mérésen, LKG vizsgálaton, dietetikai tanácsadáson és élménytornán vehettek részt az idősek. Nem csak a pandémia, de maga az egészségügyi ellátás ismert a hosszú várólistákról, és hogyha valakinek nincs panasza, vagy olyan minimális panasza van, akkor hogy ne kelljen beállni a sor végére, úgymond egy-két hónapos várólistára, hanem akkor egy alkalmat kell adni neki, hogy itt a vizsgálat megtörténjen. Ha veszi a fáradtságot és rászánja azt a délelőttjét, akkor ez egy nagyon sikeres számára is. Csak nem 60-an regisztráltak a vizsgálatokra, a bokakarindex mérés, valamint az EKG vizsgálatok voltak a legnépszerűbbek. Ha valakinél a vizsgálat a szűrés során eltérést tapasztaltak, amelyre tavaly és idén is volt néhány példa, tovább küldték egyéb szakvizsgálatokra. Jól illeszkedett az egészségnap programjába a Senior Örömtánc foglalkozás és a Vitality Line Dance bemutató is. A Senior Örömtánc kimondottan az idősebb korosztály számára kifejlesztett mozgásforma, ahol nincs szükség partnerre, sem előzetes tánc tudásra. Tapasztalatcsere, kapcsolatépítés és egy élményekkel teli városnézés. Így foglalható össze a kispesti delegáció útja a szerbiai testvérvárosba, Zomborba. A Mesevár óvoda pedagógusai a sajátos nevelési igényű gyerekek integrálásáról szerzett tapasztalataikat osztották meg vajdasági kollégáikkal. Kispest két alpolgármestere pedig egyebek mellett a diák önkormányzatok együttműködéséről tárgyalt. Akkor hátra, igen, és akkor megyünk. A vajdasági Zombor nevezetességeivel ismerkednek a kispesti delegáció tagjai. A szakmai megbeszélések mellett ugyanis turisztikai programot is szerveztek a vendéglátók. A jellegzetes épületek megtekintése után a megyeházán már a tapasztalatcserén volt a hangsúly. A kispesti Mesevár óvoda alapítványa sikeresen pályázott. Ebből a pénzből szervezték meg a mostani találkozót a testvérovodával, ahol magyar nyelven is oktatnak. Most kimondottan azzal a céllal vagyunk itt, hogy a magyarországi és a szerbiai sajátos nevelési igényű gyerekek ellátásáról beszélgessünk, mert hogy nagy a különbség a két ország között. Hoztunk is egy kis segédanyagot és egy kis látnivalót ezzel kapcsolatban, amit meg szeretnénk mutatni, hogy hogyan segítjük mi a szülőket. Azt tudom, hogy itt is nagyon segíti az itteni rendszer az autista gyermekek szüleit, de nálunk benn vannak az óvodában, és ott nevelődnek együtt a többi gyerekkel, és nálunk van gyógypedagógus, logopédus, gyógytornász, és akkor erről szeretnék majd itt beszélgetni egy kicsit az itteni kollégákkal, hogy ez hogyan történik nálunk. Varga Attila alpolgármester a két település diák önkormányzatainak kapcsolatáról tárgyalt szerb partnereivel. Mind diák önkormányzatoknak a tapasztalatait, a munkáját, a lehetőségeit szeretnénk, hogyha kölcsönösen megismertetnék egymással, és hátra tudnak olyan közös programokat ők maguk kezdeményezni, ami ennek a korosztálynak a sajátossága. Nem csak a felnőttekről szóljon itt a testvérvárosi kapcsolat, hanem ilyen nagyon részletesen a diák önkormányzatok is ebben részt vehessenek. Zombor Szerbia nyugatbácskai körzetében a magyar határtól mindössze 25 kilométerre fekszik. A település Kispest első testvérvárosa, több mint 20 éve tartják a kapcsolatot. A gyermekprogramokon kívül szerveztek már közös gazdasági konferenciákat, és mindkét városban tartottak közös kiállításokat.
Először a gyermekprogramok indultak be, a csereüdültetés, nagy számú gyermekek, hát éves szinten 20 gyermeket hoztunk Kispestre, illetve jöttek kispesti gyerekek ide Zomborba egy hétre. Ezek felejthetetlen élmények voltak. Voltak olyan időszakok, amikor a családok látták vendégül, a családok is a gyerekeket, és a szülők is bele kapcsolódtak ebbe a folyamatba. Fontosnak tartja az anyaországgal való kapcsolat minden formáját, Zombor segédpolgármestere is. Pribilla Attila szerint a vajdasági magyarság helyzetét is segítik ezek a találkozók. Az ilyen kapcsolatok nagyon fontosak a város lakossága szempontjából is, de főleg a fiatalok szempontjából. Azért, hogy olyan fiatalok kerüljenek ki és váljanak felnőtti, akik világot láttak, akik tudják, hogy merre felé lehet figyelni, merre felé lehet tanulni, hogy a főleg a szerb ajkú gyerekek ismerjék meg, hogy vannak más kultúrájú, más nyelvű térségek, országok is, és ezzel a mi magyarságunknak a helyzetét is fontosabbá tehetjük, és jobban megértenek bennünket, amikor az anyországi támogatások lehetővé teszik azt, hogy ők például a Balatonon nyaraljanak. Az együttműködést hamarosan folytatja a két település. Októberben Kispestre érkezik majd szerb delegáció. Az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap programjaihoz csatlakozva szervezte meg az őszi Bringázza munkába és suliba akcióját az önkormányzat. A szokásosnak megfelelően reggelivel és kisebb ajándékokkal várták a kerékpárosokat. Kispest továbbra is az egyik legjobban kerékpározható kerülete a fővárosnak. Szendvics és meleg ital, hasznos felszerelések és tanácsok, és egy kis beszélgetés. Kispest 2009-ben csatlakozott először a kerékpáros klub kampányához. Azóta minden évben két alkalommal tart a kerület, időjárástól függetlenül bringás reggelit a kispesti kerékpárral közlekedőknek. Mindig is az volt a célunk, hogy próbáljuk egy picit arra ösztönözni a kispestieket, hogy egyrészt használják azokat a kerékpárutakat, amelyeket az elmúlt években építettünk itt Kispesten, és amelyet a főváros is fejlesztett a elmúlt időszakban, és felhívjuk arra a figyelmet, hogy használják a közösségi közlekedést is a kerékpáron túl, hiszen egyrészt környezetbarát, másrészt a pénztárcát is kiméli, amely talán ezekben a nehéz időkben külön hangsúlyos tétel, és örülök annak, hogy ebben az évben is volt olyan fejlesztés, igaz nem az önkormányzatnak, hanem az egyik nagy bevásárlóközpontnak köszönhetően, ami ezt a célt szolgál, hiszen a Kökkin is nyílt egy olyan bringáspont, ahol ott lehet hagyni a kerékpárt zárt térbe, biztonságba, és tovább közlekedni a közösségi közlekedés adta lehetőségekkel. És hát ha már a Kökkiről beszéltünk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy hamarosan a 3-as metró is teljes hosszában járható lesz, tehát ezeket az eszközöket az autó helyett, amely azért picit környezetszennyezőbb, mint akár a kerékpár, akár a metró, akár a új villamos, amelyet szintén most sikerült átadnunk, használják a kispestiek. Kispest továbbra is az egyik legjobban kerékpározható területe a fővárosnak, kerékpárutak vezetnek a belváros felé is. De aki csak a kerületen belül közlekedik szívesen biciklivel, az is biztonságosan leteheti tehát a kerékpárját jó néhány helyen, így tömegközlekedéssel haladhat tovább. A bringás reggeli hagyományosan nagyon népszerű Kispesten, most is csak nem 150-en vitték el az összeállított ajándékcsomagot is. Mi mindig próbálunk olyan ellátmányt biztosítani a kerékpárosoknak, amely egész napra kitarthat, és egyébként később is használhatják azok, akik kerékpárral közlekednek. Ugye reggelit biztosítunk, tehát van egy nagyon bőséges reggelink szendvicssel, itallal, illetve azokban a környezetbarát hátizsákokban, amelyeket itt adunk a bicikliseknek ajándékba, különböző kerékpáros eszközök találhatók, esőkabát, villogó, kulacs, füzet, tájékoztató anyagok, úgyhogy valóban, ahogy én is néztem, talán a kispesti az egyik legbőségesebb juttatás így a BAM reggelik sorában. Most is volt lehetőség a kerékpárok helyszíni regisztrációjára, sokan éltek is ezzel. A regisztrációt a kerületi rendőrkapitányság munkatársai végezték. A Bike Safe lényege, hogy lehetőség van a bicikli nyilvántartásba vételére országos és biztonságos adatbázisban, amelyre az interneten és a kerületi kapitányságon is van lehetőség. Ehhez azonban nagyon fontos, hogy meglegyenek a kerékpár vásárlásakor kapott papírok és az alvásszám.
Terménybemutatóval és dísznövény kiállítással ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját a Kispesti Kertbarát Klub. A Kispesti Kaszinóban tartott születésnapi ünnepségen oklevelet és ajándékot vehettek át a legszebb konyhakertek verseny helyezettjei és résztvevői. A kerület egyik legrégebbi civil szervezete a Kispesti Kertbarát Klub. Az 1962-ben alakult szervezet ma körülbelül 65 főt számlál. A tagok rendszeresen találkoznak ismeretterjesztő előadásokon, kirándulásokon, de számos más egyesület által rendezett eseményen is részt vesznek. A Kispesti Kaszinóban megtartott születésnap alkalmából a kaszinó nagytermét hagyományosan egy impozáns termény- és növénykiállítással dekorálta az egyesület. A vendégeket Tóth Tibor elnök köszöntötte. Eddig minden héten hétfőn volt összejövetelünk, különböző előadásokat hallgattunk meg, és sok helyen voltunk kirándulni, és azt hiszem, hogy megkockáztathatom, hogy az Országos Kertbarát Szövetségnek is az aktív tagjai vagyunk. Az egyesület szeptember elején egy rangos elismerést kapott a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségétől. A Kertbarátok legjobb egyesülete címszó alatt kaptunk oklevelet és egy plakettet, amit el fogunk tenni és mindenhol ki fogjuk állítani. Ez, ahogy az elnök úr is mondta, hogy ez minden évben kiosztásra kerül, és most a mi egyesületünk, illetve klubunk kapta ezt meg az elnökségtől. Gajda Péter Kispest polgármestere megköszönte az egyesület munkáját, úgy véli, a kerületi zöld program mellett a Kertbarátok lelkes csapatának is köszönhető, hogy sokadik virágzását éli a kertészkedés. Kezdenek itt Kispesten is rájönni azok a kerttulajdonosok, hogy milyen érték az a föld, az a kis kert, ami itt is azért nagy számban megtalálható a kerületünkben. A klub eredeti célja az volt, hogy egységbe kovácsolja a kerületben élő kert- és növénybarátokat, széles körben terjessze a környezetvédelem fontosságát, és minél többeket megismertessen a kertépítés szépségeivel. Dávid Miklós 20 évig vezette a klubot, szellemisége ma is hozzájárul a szervezet aktív működéséhez, emlékezett vissza Tóth Tibor. Köszöntötte az egyesületet Récsei Antónia, Bálint György, vagyis Bálint gazda özvegye, és András Károly, az Országos Kertbarát Szövetség elnöke is. A Szivárvány óvoda óvodásai pedig műsorral kedveskedtek. Ajándékot hozott a budafoki kertbarátok nevében Székely András, és az első kispesti kert nevében Nagy Mária kertvezető is. Ez a kert lett a legszebb konyhakertek verseny első helyezettje a civil társaságok kategóriában. Ebben az évben az első kispesti kert két első helyezetet ért el. Az első a Stefánia házban megrendezésre került Országos Kertbarát Szövetség, illetve a Budapesti Kertbarát Szövetség legszebb közösségi kertjét nyertük el, az első helyezetet. Most pedig itt a Kispesti Kertbarát körben a kerületben indult legszebb konyhakertek versenyét díjazták. Itt is első helyezetet értünk el. Mi a közösségi kert specialitása? Mitől különlegesen szép, szemedgyönyörködtető, vagy miért választják mindig első helyre? Hát először is azért, mert gyönyörű. Gyönyörű attól, hogy olyan közössége van a kertnek, olyan tagjai vannak, akik szeretettel és odaadással gondozzák a kertet. Nem csak a saját ágyásodat, hanem az egész kertet. És ezáltal csodálatos, varázslatos lesz a kertünk. A helyi verseny díjazottjainak és résztvevőinek Gajda Péter és Tóth Tibor adták át az okleveleket és az ajándékokat. Bekerlén a Zalaegerszeg utcában van egy kis kertem. Két éve művelem ezt a kis kertecskét. Hát ez nem egy ideális méretű kert, mert 3 méter széles és 45 méter hosszú. És hát nem véletlenül kaptam a díjat. Azért kaptam a díjat, mert két év alatt egy nagyon rendezetlen állapotból egy magas szintű kertet csináltam ahhoz képest, és ráadásul egy újfajta művelési technikával, amit nem régen tanultam. Tehát hiába 40 vagy 50 éve kertészkedek, most új módon próbálom a kertet művelni, és ez sokkal hatékonyabb.
A Kispesti Kertbarátklub október 1-től a civilházba költözik, ahol immár két hetente csütörtökönként szervezi majd összejöveteleit. Megújult a két kerület határán lévő Hunyadi utca 168 szám alatti ház tűzfalán lévő rajzos üdvözlőkép, így frissen festett városcímmel köszönti a 20. kerület Erzsébet felől Kispestre érkezőket. A városcímmel alá kissé megdöntött Budapest térkép miatt egy 3D hatású képet lehet látni a falon. Izgalmas térhatás, meglévő felületek művészi újragondolása. Nem ez az egyetlen tűzfal a kerületben, amelyet valamilyen tervezett festett alkotás díszít. Korábban a kerület határain a bevezető utakon elhelyeztünk a kerületbe érkezőknek üdvözlő táblákat, hogy tudják, hogy itt vannak nálunk Kispesten, és annak idején itt a Hunyadi utcai felüljárónál is egy festmény köszöntötte, egy falfestmény köszöntötte a kerületbe Kispestre érkezőket, ami az elmúlt időszakban már nagyon megkopott, és ha jól emlékszem, annak idején a KMU 90. születésnapját ünnepelve készítettük el ezt a falfestményt, most természetesen az ingatlan tulajdonosainak hozzájárulásával ezt a régi és megkopott és nagyon elhasználódott felületet cseréltük egy újra, együttműködve egy olyan művésszel, aki hasonló képeket már elkészített az elmúlt időszakban, úgyhogy bízom benne, hogy azok, akik átjönnek Kispestre Erzsébet felől, azoknak tetszeni fog ez a festmény, és természetesen arra készülünk, hogy azokon a helyeken, ahol már van ilyen festményünk, és az önkormányzat készítette el például az Ady Endre úton, már szintén egy kicsit megkopott az az alkotás, amit 2014-ben emlékeim szerint akkor készítettünk el, egy olyan telken, ami az önkormányzat tulajdonában van, és parkot alakítottunk ki rajta, ezt is meg fogjuk majd újítani a következő években. Kispest címere máig emléket őriz. Kispest címerében minden olyan eszköz megjelenik, amely az elmúlt évszázadban jellemző volt a kerület működésére, és azokra, akik itt éltek és gazdálkodtak, ugye a bolgárkertészettől kezdve a tervezőmérnökökön át a különböző kétkezi munkát végző kispestieken keresztül, úgyhogy ezt a címet természetesen nem cseréltük le az elmúlt években is. Ez a címer ugyanaz, amely Kispest városa alakulása óta is megtalálható az összes hivatalos iratunkon is, úgyhogy ezért festettük ide föl, mert szeretjük és büszkék vagyunk erre a jelképre. A most elkészült festmény néhány nap alatt került a tűzfalra, ugyanakkor hosszas előkészületek után. Körülbelül egy 70 négyzetméteres fal felületet újítottunk meg, illetve adtunk neki új grafikát. Ez egy előre leegyeztetett tervezés volt. Ugye kaptunk néhány olyan támpontot, hogy miknek kéne felkerülni, hogy is kéne kinéznie. Ez alapján terveztük meg ezt a grafikát. Próbáltunk belevinni egy kis olyan dizájnt, amitől izgalmasabb lesz. Ugye ez a Budapest térképe, hogy egy kicsit meg van döntve, kicsit ilyen 3D hatású térben lévő grafika. Maga a kivitelezés az 3 napot vett itt a helyszínen igénybe. Ennek van egy műhelyi előkészítés, ami további egy másfél napot vesz igénybe, úgyhogy azt lehet mondani, hogy összességében 5 nap alatt csináltuk meg ezt a festményt. Ez egy műhelyi előkészítést igényel, ahol kézzel vágunk sablonokat. Ugye a sablonok vágását megelőzően annyi technikát használunk, hogy felvetítjük nagy papír darabokra, tehát tulajdonképpen ezzel azt tudjuk elérni, hogy nem a helyszínen kell beállítani a projektot, illetve ebben az esetben nem is lehetett volna használni, ugye, mert állványról dolgoztunk, az állványt pedig nem tudjuk átvetíteni, tehát itt mindenképpen ezt a átpauzálós, sablonos technikát kellett használnunk, de a vázvonalak felvitele után egy teljesen hagyományos festési folyamat indult meg. Az érdekes 3D hatású térérzetet a kissé megdöntött Budapest térkép adja a szemlélőnek. Lélekemelő programot szervezett ősszel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Üllői úti Könyvtára a Lelki Egészség Nap alkalmából. Kovács Gál Nóra, UNICEF projektkoordinátor, előadásán a szülők hasznos tanácsokat kaphattak azzal kapcsolatban, hogy miként tudnak gyermekeiknek és önmaguknak segíteni, megküzdeni a mindennapok problémáival.
Október 10-e a mentális egészség világnapja. A világnaphoz kapcsolódva olyan támogató programot indított az UNICEF Magyarország, amely segít a családoknak, szülőknek és gyerekeknek egyaránt a negatív lelki hatásokkal való megküzdésben. Az UNICEF lélekemelő program keretében a szülők ingyenes kis csoportos foglalkozáson vehetnek részt, amin szakmai segítséghez juthatnak. Van egy interaktív iskolai foglalkozás, ami egy 90 perces óra. Igazából az van a központjában, hogy a gyermekek hogyan vehetik észre, hogyha mentálisan nincsenek túl jól, kihez tudnak fordulni, milyen megoldásokkal tudnak akár maguk is segíteni azon, hogy egy kicsikét jobb irányba tereljék, hogy ne a gondolataikat például, hogyha azok nagyon negatívak, hogyan tudnak segítséghez fordulni, illetve ott is vannak különböző jó gyakorlatok és technikák, amik segítenek, akár légzéstechnika egy-egy nehezebb állapotban, vagy hogyha például, csak egy példát mondok, hogyha túlgyűlik valami feladat, akkor, és ezt én is azóta csinálom, hogy reggel fölkelek például, és minden teendővel tele van a fejem, de még nem is reggeliztem semmi, akkor azt csinálom, hogy leírom egy papírra, mondjuk az 5 legfontosabbat, és akkor már kicsit kinyugodtam, akkor már kicsit tudok reggelizni, kávézgatni, stb. Szóval ez a program is a felnőtteknek is hasznos, nem csak a gyerekeknek. A lélekemelő programot a koronavírus járvány miatt indította el az UNICEF. A járvány, a jelenlegi orosz-ukrán háború és a gazdasági válság nehézségeket és frusztrációt okoz a szülőknek mind egzisztenciálisan, mind a mentális jólétüket figyelembe véve. A lélekemelő program támpontokat nyújt a lelki egyensúly visszaállításához. Mit tudnak tenni a szülők annak érdekében, hogy újra beálljon az egyensúly? Például a szülőtámogató csoportunkba is tudtak jelentkezni, ahol különböző eszközöket és különböző technikákat sajátíthattak el. Akár a konfliktust kezelést illetően, akár a saját mindfulness, vagy a saját mentális jólétük érdekében. Ami szerintem a legfontosabb és nagyon aláhúzandó az az információknak a helyes kiemelése, azt rendbe tenni, hogy egyáltalán egy-egy fogalmak, mint a frusztráció vagy akár a depresszió, mit is jelentenek pontosan. Nyilván egy szülőnek nem feladata az, hogy magát diagnosztizálja, illetve hogy megvizsgálni, hogy ő maga hogy van most egy adott állapottal, hogy érzi magát, tehát az önreflexió is nagyon-nagyon fontos. Aztán szeretném még kiemelni azt, hogyha bármilyen probléma felmerül, ami a mentális jólétét esetleg zavarja, akkor mindenképpen forduljon segítséghez. Hiszen ugye fogorvoshoz is eljárunk fél évente, miért ne tudnánk a lelkünket is ápolni vagy gondozni. És erre szerencsére számos civil, illetve önkormányzati kezdeményezés is van, akár a szülőtámogató csoportok által, akár különböző e-learning kurzusok, vagy talán könyvek is, videók, oktatóvideók, amelyek segíthetnek a szülőnek orientálódni, informálódni, és ha kell, akkor a tovább lépésben is segítik őt. Hogyan tudhatni a gyerekekre, hogyha a szülő nincs a megfelelő mentális állapotban? Ugye az UNICEF Magyarország is alapvetően gyermekjogi szervezet, de nyilván felismertük azt, hogy nem tudunk a gyermekekkel jót tenni alapvetően, hogyha a környezetükben élő pedagógusok vagy szülők mentálisan nincsenek jól. Ez a gyermekekben is frusztrációt szülhet, akár alvászavarokig vagy más zavarokig is elvezethet. Épp ezért fontos, hogy a szülő is felismerje, hogyha problémája van, és hogyha negatív érzése van, természetesen azt is el kell fogadnia, hiszen így tud csak a gyermeke mentális jólétéért is tenni. Amíg a kis csoportos foglalkozáson a szülők egy kötetlen, informatív beszélgetésen vettek részt, addig a gyerekek a könyvtár gyerek sarkában játszottak. Évente egy alkalommal a kispestiek védelme érdekében a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság Délpesti Katasztrófa Védelmi Kirendeltsége gyakorlatot tart az önkormányzat külső védelmi tervének alapján. Az elméleti gyakorlat során a Vekerletelephez közeli illatos úti vinél Kft. Területén bekövetkezett feltételezett vegyi balesetre kellett reagálniuk a résztvevőknek. Feltételezett vegyi balesetre reagáltak a szakemberek azon a védelmi gyakorlaton, melynek egyik helyszíne a kispesti polgármesteri hivatal volt.
Hasonlóan az előző évekhez sikeresen zárult az önkormányzat külső védelmi tervének komplex gyakorlata, amelyen az Illatosúti Vinye Kft. Területén bekövetkezett esetleges vegyi balesetre kellett reagálniuk a szakembereknek. Egy külső védelmi tervrel rendelkezik az önkormányzat, ez egy veszélyes üzemnek a veszélyeztetettsége által előállt veszélyhelyzetet kell, hogy kezelje. Ez a veszélyes üzem a 9. kerületben található, Vinilvegyipari Kft., ahol a klórfeldolgozás zajlik, illetve hipó előállítása, és ott abban az esetben, hogyha esetleg mondjuk valamiért klórszivárgás történne, akkor az a klór nagyon rossz időjárási feltételek esetén akár elérhetné Kispestnek a területét is. És ebben az esetben ez egyébként kb. 400 méter sugarú kör, tehát a Kispestnek csak a Vekerlének a sarkát éri el, de ebben az esetben meg kell tenni azokat a lakosságvédelmi intézkedéseket az önkormányzatnak, ami a lakosság életét, testi épségét megvédi. 2003 óta hajt végre ilyen gyakorlatokat az önkormányzat nagy rutinnal. A hivatal embereiből megalakul, illetve meg van alakítva egy operatív törzs, ami most már nagyon gyakori fogalom, hisz a járvány alatt is, meg sajnos itt a veszélyhelyzetek alatt is ezzel minden nap találkozhatunk. Na most ez a kispesti operatív törzs, amely tizenvalahány emberből áll, ez is változó, az szerint, hogy milyen problémát kell leküzdenünk, de most ebben a feltételezett elhárításban 15 személy vesz részt. Különböző feladataink vannak. Ez elsősorban a lakossággal való kommunikáció, a lakosságnak a védelmi intézkedéseinek a megtétele, ha kell kimenekíteni, gyülekező helyet létesíteni, befogadó központot üzemeltetni, ez mind-mind nekünk kell megcsinálni, ellátást biztosítani azok számára, akik gyűjtőpontra érkeznek, mindaddig, ameddig a szakemberek el nem hárítják a problémát, és meg nem szűnik a veszélyhelyzet. Tehát mondjuk akár a klórfelhőnek a Kispestre való behatolása. Ezt gyakoroljuk, hogy ezek a legrosszabb esetben is mit kell tennünk azért, hogy itt a környékben élők ne szenvedjenek semmifajta kárt. És aztán nyilván a gyakorlat vége fele, miután a szakemberek elhárították a veszélyhelyzetet, akkor a szükséges egyéb intézkedéseket is meg kell tenni, mert ha feltételezetten károk keletkeznek, akkor ezeket a károkat az önkormányzatok el kell hárítani, és biztosítani a normalizált életfeltételeket, ami azelőtt megvolt. Tehát tulajdonképpen ez az operatív törzs, ezeket a feladatokat kell, hogy végrehajtsa, és ma a mai gyakorlaton ezt átveszük újra, felelevenítjük, és majd ezt szimuláljuk, hogy működünk együtt. A külső védelmi terv szerint Kispestet kis része a Vekerletelepen egy úgynevezett tájékoztatási zónába kerül, ezért fontos az itt élők tájékoztatása, akár hangos bemondóval, illetve a médián keresztül. Ugye a klór nehezebb, mint a levegő, ezért hömpölyögne az úton is úgy menne el. Vannak különböző módok, amivel le lehet csapatni a klór, tehát mindent megtesznek majd a beavatkozó egységek, hogy ez ne történjen be, de ha mégis esetleg tovább jutna azokon a védelmi zónákon, amiket kialakítottak, akkor tudjon az önkormányzat is megfelelő lépéseket tenni. Ne érje váratlanul ez a helyzet. A szabályok szerint ezt a gyakorlatot milyen időközönként kell megtartani? Évente kell megtartani ezt a gyakorlatot, évente részleges gyakorlatot kell tartani, és 3 évente pedig egy komplex, teljes gyakorlatot, ahol a védekezésben részvevő összes szervezetnek gyakorolnia kell. A polgárvédelmi felügyelő hozzátette, mindig megelégedéssel tapasztalják, hogy a kollégák értik a dolgukat, felkészültek, úgy hajtják végre a feladatot, ahogy ez elvárható. A koronavírus járvány tapasztalatairól, gazdasági problémákról és az energiaválságról egyeztetett Kispest vezetése a kerület testvérvárosainak delegációival. A testvérvárosi konferencián Kispest mellett azok a határon túli testvértelepülések vettek részt, ahol magyar kisebbség él, a horvátországi Brbobecből, a szerbiai Zomborból és a romániai Tasnádról érkezett küldöttség. A Betlen Gábor alapkezelő támogatásával valósult meg a testvérvárosi program legújabb állomása. Kispest mellett azok a határon túli testvérvárosok vettek részt benne, ahol magyar kisebbség él. A program egyik állomása egy konferencia volt, Vrubovec, Zombor, Tasnád és Kispest képviselőinek részvételével.
Arról beszélgettünk, hogy a Covid-válság után hogy fogjuk tudni újraépíteni azokat a számunkra nagyon fontos kapcsolatokat, amelyek az elmúlt 10-15 évben jellemzőek voltak a kispesti, zombori, vrubovecsi és a tasnádi tesőrásaink között meglévő együttműködésre. Itt persze beszélgettünk az energiaválságról is, ami mozzajlik, a háború következményeiről, és hát próbáljuk azokat a tapasztalatokat egymással megosztani, amelyel túljuthatunk, vagy könnyebben juthatunk túl ezeken a válságokon, úgyhogy erről volt szó a konferencia mostani részében, és persze arról is szeretnénk majd beszélgetni partnereinkkel, hogy tudjuk folytatni majd azt az együttműködést, ami eddig jellemző volt a testvérvárosaink közti és Kispest közti kapcsolatokra. Gajda Péter hozzátette, többé-kevésbé hasonló problémák vannak máshol is. Horvátországnál annyival egészült ki a problémák sora, hogy két alkalommal is a térséget egy komoly földrengés rázta meg, tehát náluk ez a probléma is előjött, illetve Zombornál a menekült válság, bár ahogy hallottuk, ez nem olyan drámai, mint ahogy itt az állami televízióban látható napról napra. És hát sajnos azt is tapasztalnunk kellett, hogy mind az infláció tekintetében, mind az energiaárak tekintetében sokkal jobb helyzetben vannak a testvérvárosainkból érkező településvezetők, nem csak azért, mert hogy alacsonyabban kapják az energiaárakat, mint mi magyarok, hanem azért is, mert hogy az önkormányzatokat támogatja és segíti a központi kormányzat ellentétben a magyarral. A program folytatásában a konferencia után autóbuszos kispesti és budapesti városnézés következett. Új felújított parkolóhelyekkel gazdagodott tavaly Vekerletelep. Befejeződött a fővárosi önkormányzat idősek és pszichiátriai betegek otthona előtti parkolóépítése. A beruházásra 4 millió forintot költött az önkormányzat. Befejeződött a Mészáros-Lőrinc utca 26 szám alatti fővárosi önkormányzat idősek és pszichiátriai betegek otthona előtti parkoló építése. A kész beruházást Gajda Péter polgármester, Kertés Csaba alpolgármesterrel tekintette meg. Tavasszal hívott fel az igazgatónő, hogy segítsünk neki, mert nagyon nagy szüksége lenne egy parkolóra, hogy itt a dolgozói meg a bejárók, akik jönnek idős embereket látogatni, tudjanak parkolni, mert eddig mindig az itt lakók foglalták el. Akkor egyeztettem a polgármesterről, hogy viszonylag nem lenne egy nagyon nagy költségünk, de valamilyen formában támogassuk. Lassan mentek a munkák, de végül elkészült. Itt egy 8,5 kocsi fér bent, ki van téve a tábla, hogy parkoló, tehát ezt igazából csak ők használhatják napközben, lehet, hogy már este be fognak állni, de az nem nagy probléma. Örülünk neki, hogy ezzel tudtunk segíteni, hiszen ebben az intézményben nagyon sok idős ember van, akik különböző helyekről kerültek ide. A másik, ami öröm, hogy ez Vekerlének egy része. Tehát Vekerlé megint egy olyan parkolóval gazdagodott, ami nagyon jól néz ki, és nagyon nagy szükség van rá. A kerületi parkolóhely bővítési program folytatódik. Újabb 50 autóbeállóhely készül majd külső forrásból, mondta el Gajda Péter polgármester. Talán azt is fontos elmondani, hogy nem csak parkolók épülnek, hanem most már végre el tudjuk kezdeni idén a kátyúzási programunkat, és hamarosan, miután lezárul az a viszonylag jelentős közbeszerzési eljárásunk, amit már éveleje óta próbálunk kiírni, de hát mondjuk úgy, hogy a hivatali packázások miatt ez csak mostanra érett be, ezért azoknak az útszakaszoknak a felújítása is elkezdődik, amelyeket jogosan várnak el tőlünk a kispestiek, hiszen az elmúlt időszakban, miután ezt a felújítási tevékenységet nem tudtuk megvalósítani, elég leromlott állapotba kerültek a kerület útjai, úgyhogy ezt a munkát is hamarosan el tudjuk kezdeni, de a kátyúzás az már, amelyet egy kisebb pályázati eljárásban indítottunk el, ez már a napokban ennek a parkolónak a felújításával, illetve a kilakításával párhuzamosan zajlik. A 170 négyzetméternyi területű beruházásra 4 millió forintot költött az önkormányzat. 37 szociálisan rászoruló családnak segített ingyen tűzifával az önkormányzat. Fűtés támogatást több mint 300-an kaptak télen. A tűzifát a Közpark Kft. Munkatársai osztották szét, a fából kapott a misszió alapítvány is. Kispest önkormányzata ezzel is segítette a hajléktalan ellátást. Hosszú évek óta segíti az önkormányzat a szilárd tüzeléssel fűtő rászoruló kispestieket. Minden évben jelképesen személyesen szokta kivinni az önkormányzat vezetése az első adag tűzifát. Idén rendhagyó módon a misszió alapítvány részére is érkezett a támogatásból. Gajda Péter polgármester, Vincek György és Varga Attila alpolgármesterekkel adta át a fűtőanyagot az alapítványnak.
Ez most egy kiemelt program, mert civileknek eddig ilyen segítséget nem nyújtottunk, de most, hogy a misszió alapítvány tudjuk, hogy átalakította fűtési rendszerét időben, ők egy nagyon szép felújítást végeztek és átálltak fatüzelésre, és most ez nekik egy óriási dolog lesz, hogy az egész éves tüzelő mennyiségükre sok segítséget kapnak tőlünk is, így természetben, és örülünk, hogy ez a fejlesztés tényleg lehetővé teszi, hogy viszonylag könnyedebben fogják túlélni ezt a téli időszakot. Amikor kaptuk a híreket a médiából, hogy mi fog történni, akkor nagyon-nagyon megijedtünk, mert a mi gázellátás, meg azok az energiák, amik eddig elhasználtunk, az olyan tetemes összeget tett volna ki, ami az alapítványnak a teljes működését azt tönkretette volna. Ezt számszerűsíteni tudjuk esetleg, hogy mit jelentett ez? Az 10 millió forint. Ez a többlet? Ez lett volna 10 millió forint többlet, ami lehetetlen abból a költségekből, ami rendelkezésünkre áll. És akkor jött a gondolat, próbáltunk fölvenni kölcsönt, és akkor átálltunk vegyes tüzelésű kazánra, ami azt jelenti, hogy fatüzelésen, mert mivel a szénnel még nem vagyunk, vagyis hát már elfelejtettük, hogy hogyan kell ezzel bánni. Bátorkodtuk kiépíteni, önkormányzattal fölvettük a kapcsolatot, hogy szeretnénk segítséget kérni, mert vagy áll, vagy bukik ez az egész rendszer, hogy azok az emberek, akiket mi éves szinten, vagy átlagban 50-60 embert el kell látni napi szinten, akkor az dugába dől. Akkor fel kell számolni. Na most ez az adomány, amit, az a nagy lelki adomány, amit kaptunk, ez azt jelenti, hogy nem véletlen csináltuk meg a hagyományos fűtőrendszert, vagyis a kazánt. Ez most egész tavaszig ellát bennünket energiával, és túléljük. Talán soha nem jött még ennyire jókor az önkormányzat települési támogatás keretében nyújtott természetbeni tűzifája, amelyből az igénylő családok 2,5 köbméternyit kapnak. A tűzifa kiosztását most is a Közpark Kft. Munkatársai végzik. Természetesen folytatjuk, közel 40 család lesz, akik a napokba kapják meg az emelt adagot. Most 2 köbméternyi mennyiséget kap mindenki. Tehát azért az egy 15-18 mázsa fának felel meg. Ez azért a fűtési igényük egyharmadát biztos. Hát attól függ persze, hogy mennyi, de egy jelentős támogatásnak minősül. Természetesen ebben nem merül ki a rezsi támogatásrendszer, több olyan pénzbeli támogatásunk van, és nem csak a fővárosi rezsi támogatás, amelyet lehet igényelni a hivataltól. Tehát azok, akiknek ez majd kihívást jelent majd a tél, és még nem éltek ezekkel a lehetőségekkel, akkor érdeklődjenek a polgármesteri hivatalnál, mert hát ameddig pénzünk lesz, addig megpróbálunk mindenkinek segíteni a tél folyamán is, hogy megfelelő tüzelőhöz jusson, ha erre szüksége van. A támogatásra 4,5 millió forintot költött az önkormányzat. 100 éve született Bálint Ágnes, olyan korszakalkotó, kedves gyermekmesék írója, mint a Frak, a Kukori és Kotkoda, a Vicipók csodapok vagy a Mazsola és Tádé. Nincs is talán olyan fiatal felnőtt, aki ne ismerné a TV-macit vagy a Futrinka utca lakóit. Ősszel szinte valamennyien látogatást tettek a Vekerlei Kultúrházban, ahol kiállítással, bábszínházi előadással és kézműves foglalkozással, közös játékkal, arcfestéssel emlékeztek meg a zseniális íróról, dramaturgról. Az ünnepélyes kiállítás megnyitó ott volt Bálint Ágnes lánya és unokája is. Aki szereti Frakkot, Szerénkét, Lukréciát, a boszorkává varázsolt egérkisasszonyt, a Futrinka utca lakóit, a tévémacit, Mazsolát és Tádét, a Szeleburdin élő családot, az minden kétséget kizáróan Bálint Ágnes rajongó. Az írónő születésének 100. évfordulójára emlékeztek a Vekerlei Kultúrházban szombat délután, közös játékkal, kézműves foglalkozással, egy kiállítással és bábszínházi előadással. A kiállításon nem csak a tökházat és a kedves mesefigurákat lehetett megnézegetni, a Bálint Ágnes emlékház és a Vecsési Bálint Ágnes óvoda jóvoltából, hanem itt állították ki azokat a beérkezett pályázati alkotásokat is, amelyeket kispesti gyerekek rajzoltak Manocskáról, Mazsoláról és Tádéról. Egészen lenyűgöző számomra az a fajta finom, szeretetteljes tanítás, bölcs,
türelmes, gondoskodó szeretet, amit ezekben a mesékben tapasztalhatunk, akár a Mazsolai Stádéban Manócskától. Manócska, aki igazándiból teret enged Mazsolának, hogy megpróbálja az ő saját határait, mindig biztosítja őt arról, hogy ő mindig a háttérben van, és mindig szereti Mazsolát minden csetlésével, botlásával. Ugyanakkor egészen feszesen behúzza azokat a határokat, ameddig mondjuk elfogadható egy helyzetre való reagálás, és mi az, ami már esetleg fájdalmat okozhat másnak, és eddig és nem tovább. Nagyon szépen és szeliden oktat és tanít a Bálint Ágnes, szerintem olyan szülői példamutatás, olyan nevelői példamutatás, amit mindannyiunknak tudni kellene. Ezen az estén nem csinált semmi munkát. Csöndesen feküdt, és egyszer csak megkérdezte. Manócska, nem tudod véletlenül, szerette öreg apó az igazi zöld disznót? Szerette, mondta Manócska. Ezt biztosan tudom. Mazsola felkünyökölt az ágyban. Pedig hát, ugye az igazi disznó is, ugye Manócska, olykor az is eltört egy bögrét vagy egyebet. El, hát persze, hogy el. És visítozott is, ugye sokszor? Visítozott bizony. És azt mondod, hogy apuka, hogy az öreg apó mégis szerette. Azt én, bólintott Manócska. Öreg apó ugyanis emlékezett rá, hogy kicsi korában ő is sok bögrét eltört, sok vizet kipancsolt, no meg nyafogott is, többet, mint kellett volna. Van esetleg olyan rajzfilm figura, frak vagy szerénke, bárki, akire emlékszik, hogy az életből merítette az alakját? Persze, hát nagyon sok van. Frak maga is élt. A férjem hozott haza egyszer, aki medikus volt, és az egyetemre bevittek a Sintérek elfogott kutyákat gyógyszerkísérletek céljára. És onnan hozta ezt a vizslát, akit még Csibésznek hívtunk akkor, de őről a már Frak néven készültek a mesék. Szerénke Lukrécia konkrétan nem létezett, de eszenciája voltak egy csomó macskának, akik évek alatt, évtizedek alatt voltak nálunk. Imádtuk a macskákat és mindenkit, kutyákat is. Úgyhogy nagyon jó jellemet tudott nekik adni. Nagyon sok dologban benne vagyunk, Kukoriékban is, a Fraknak a Károly bácsia is, és így tovább, és így tovább. Bálint Ágnes 1922-ben született Adonyban. Első meseregényét, és ekkor még mindössze 14 éves, folytatásokban közölték egy folyóiratban. Első saját regénye 19 éves korában jelent meg. Hány éves koráig írt Bálint Ágnes meséket, jó ízűen, szeretett? Nyugdíjasként még igen, de a nagyon idős korában már nem annyira. Már nem. Ez volt az utolsó, a vízitündér, vízimanó, amiben visszatért a gyerekkorához megint, mert ő a Dunát, hát az a szerelme volt a Duna, ott nőtt fel a Duna mellett, tavasztól őszig kim voltak, rövid haja volt például, egy kisfiú megkérdezte, mert ugye csoportok jönnek hozzánk, és ki van rakva a 6 éves kori csoportképe, hogy az egy kisfiú, miért hívják Ágnesnek? Hát azért, mert teljesen rövid haja volt, mert állandóan vizes volt a haja a fürdéstől. És így öregkorára az utolsó meseregényében visszatért a gyerekkorához, a dunai dolgokhoz. Élete döntő részében a Magyar Televíziónál dolgozott. Ő írta az Esti Mese Szignál filmjének eredeti forgatókönyvét, és ő találta ki a kismaci karakterét is. Bábjátékokat és rajzfilm forgatókönyveket írt. Az 1968-ban indult első környezetbarát műsort, a Kuckót is ő indította. Egy mesének több rétege van, és több rétegben tanít. Pontosan megfelel ennek Bálint Ágnes minden műve. Kamaszoknak például a Repülőosztály, vagy a Szeleburdi család, amik zseniálisan és élvezhetően nagyszerű művek. Szintén egy olyan család képet tárnak elénk, hogy mindenki a maga módján és hogyan szerethető, és nem biztos, hogy egy olyan feszes katonás, és csak a steril élet az, ami elfogadható, hanem a szeleburdi családban az a fajta végtelen elfogadás és szeretés példája a szeleburdi család maga. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a magyar gyermekirodalom óriási gyöngyszeme Bálint Ágnes minden könyve, és én nagy szeretettel ajánlom gyerekek és a szüleik figyelmében.
A délután folyamán a gyerekek megnézhették a Mazsola és Tádét, az Ametisz Bábszínház zenés bábjátékát, és saját bábokat is készíthettek. Fotózkodhattak, kézműveskedhettek, és tesztelhették, mennyire szeleburdiak. Akik kedvet kaptak, azok ellátogathatnak a Vecsési Bálint Ágnes emlékházba, hogy további élményeket gyűjtsenek. Végleg a garázsban maradtak a 99-es vonalán eddig közlekedő Ikarusz 260 BKV autóbuszok. A fejlesztés annak köszönhetően valósult meg, hogy a főváros nehéz anyagi helyzete ellenére folyamatosan zajlik a budapesti járműpark felújítása. A közeljövőben 135 új, alacsony padlós korszerű busz érkezik a BKV ZRT-hez. Viszlát Ikarusz 260. Új, alacsony padlós buszok váltják az eddigi régi típusú járműveket a 99-es autóbusz vonalán. Az úgynevezett buszbúcsúztatón a Kuskároly téren részt vett Karácsony Gergely főpolgármester, Pikó András 8. kerületi, valamint Gajda Péter kispesti polgármester. A budapesti buszjárműpark az fejlesztésre szorul, hiszen azt gondolom 21. században minimum elvárás, hogy légkondicionált és alacsony padlós buszok legyenek, és úgy tűnik, hogy ezt a célt sikerül teljes mértékben elérnünk Budapesten. Itt például a 99-es buszjárat esetében, de Budapesten nagyon sok más helyen is fogjuk használni azt az új 135 buszt, amit a BKV flottájában sikerült beilleszteni. Ezek mind a legkorszerűbb körületvédelmi besorolású buszok, mind klimatizált és mindegyik alacsony padlós. Ez az egyik legjelentősebb fejlesztés ennek a ciklusnak, hiszen ne felejtsük el, hogy pár évvel ezelőtt még a buszok többsége az messze volt ezektől az elvárásoktól. Úgyhogy azt remélem, hogy a kispesti polgárok is élvezhetik majd ezeket az új korszerű járatokat, és ne felejtsük el, hogy nem csak a buszokat, hanem a villamos és a troli parkot is megújítjuk. Például az 50-es és a 42-es villamosvonalán is járnak majd a korszerű KAF villamosok, és reméljük, hogy még több lesz belőlük, hiszen éppen a héten döntött a fővárosi közgyűlés a KAF villamos beszerzésnek a folytatásáról. És ezzel párhuzamosan ugye a határúti csomópontot is megújítjuk, és a 3-as metró felújítása is hamarosan véget ér. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy joggal mondhatjuk, hogy a közösségi közlekedés az 21. századivá válik, ahogy az egyébként elvárható lenne egy 21. századi Budapesten. A 99-es az az autóbusz, amely összeköti Kispestet a belvárossal. Pest Erzsébet és a Blaha Lujza tér között közlekedik. A főváros annak ellenére, hogy mind a Covid-válság, mind az energiaválság nagyon mélyen megütötte, és ez hozzájárult ahhoz, hogy még kormányzati segítséget sem kapott sem a főváros, sem a kerület. Ezek nagyon jelentős eredmények, és bízom benne, hogy ezt az itt élők is majd örömmel veszik, és használják ezeket az új járműveket. A 99-es vonalon is hosszú éveken át szolgáló Ikarusz 260-as típusú autóbuszok a 70-es évek óta szolgálták a budapestiek kényelmét. A járműtípus évtizedeken keresztül volt meghatározó szereplője a fővárosi utcaképnek, mára azonban eljárt az idő felettük, és hamarosan csak nosztalgia járatokon találkozhatunk ezzel a típussal. Különleges kiállítással ünnepli 10 éves működését a Forrásház. A terápiás céllal alkotó amatőrök és a rájuk reflektáló kortárs művészek művei együtt láthatóak. A Forrásházban azok a környékbeliek kaphatnak segítséget, akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Itt működik a Baptista Szeretett Szolgálat népkonyhája is. Egészségügy és szociális segítség, tanácsok, ügyintézés, munkalehetőség, egy tál meleg étel vagy csak néhány jó szó. 10 éve segítik a kispesti rászorulókat a Forrásház szakemberei. Az 5. születésnapunk környékén ültettünk együtt diófát a kertben, és én szeretném megajándékozni ennek a termésével, mandulafánk is van, polgármester urat, 10 szem, a 10. évfordulóját. Nem csak a nagy becsben tartott diófa termésével, hanem egy különleges kiállítással is ünnepli a 10 éves jubileumot a Forrásház. A terápiás céllal a ház alkotó műhelyében készült képeket kortárs művészek munkáival együtt lehet megnézni. A kiállítást megnyitó művészettörténész Faludi Judit arról beszélt, hogy időben és térben egymástól távol lévő alkotások kerültek egymás mellé, amelyek azonban hatnak egymásra, óvják, védik, máskor provokálják egymást. Én nagy örömmel üdvözlöm, és csak megerősíteni tudom azt a szándékot, amellyel az itt készült művek jelentőségére, fontosságára oly módon hívjuk fel a figyelmet, amiben végre itthon is megjelenik az a szemlélet, hogy hivatásos kortárs művészek is részt vesznek a közös kiállításon,
reflektálnak alkotásaikkal a műhely használóinak, alkotóinak kezemunkájára. Az alkotó műhely csak egy a forrásház részlegei közül. Egyebek között pszichiátriai, gyermekmentálhigiénés és szociális részleg is működik itt. Nemrég pedig a forrásházba költözött a védőnői szolgálat is. Dr. Kumin Marianna, Kispesti Egészségügyi Intézet főigazgató főorvosa szerint példaértékű, ahogy az egészségügy és a szociális terület együtt dolgozik, vagy úgy is mondhatnánk, hogy összedolgozik itt. Kell egy ilyen szerető közeg, mint ami itt van az első emeleten, ahova el lehet jönni, ez az állandóságot, a biztonságot, az, hogy mindig ugyanazokat találja itt, ha bejön, és mindig meghallgatásra talál, és itt van zeneterápia, és táncterápia, és közösségi foglalkozások, kreativitás, a problémák átbeszélése, szóval olyan széles körű egyeztetés és lehetőség, amire tényleg azt ismétlem meg, hogy egyedülálló és példaértékű. A forrásházban működik a baptista szeretett szolgálat népkonyhája is. Itt minden rászoruló kaphat egy tál meleg ételt. Vigné Vince Erzsébet, a forrásházat működtető Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum igazgatója szerint ennek a népkonyhának a kialakítása volt az egyik mérföldkő a komplex intézmény történetében. A másik fontos momentum pedig, mint mondta, a védett foglalkoztatás bevezetése volt. A Kézmű Nonprofit Kft. A forrásházban alakított ki egy telephelyet. Két műszakban tudnak itt dolgozni a szolgáltatást igénybevevők. Imígyen gyakorlatilag 40 fő tud itt munkát vállalni, és ez egy nagyon jó belépő a munka világába, hogy megszokják az emberek azokat a viselkedéseket, terhelést, amit egy munkahelyen való jelenlét magával hoz. És bizony van arra példa, hogy sokan aztán a munkaerőpiacra tudtak kilépni innen, és tudtak munkát vállalni. A forrásház kialakítása olyan, mint a projekt volt az önkormányzat számára, amelynek fontos üzenetértékei vannak. Erről beszélt ünnepi köszöntőjében Kispest polgármestere. Gajda Péter felidézte, hogy Európai Uniós és saját forrásból épült meg ez az egyedülálló intézmény, amelyre csaknem 500 millió forint támogatást kapott a kerület. Az elején azonban tette hozzá, sokat kellett küzdeni azért, hogy a környéken élők is elfogadják a forrásházat. Nagyon sokat kellett küzdenünk azért, hogy a környéken élők is megértsék és elfogadják, hogy ne üljenek föl ennek a hetsz kampánynak, mert ez nem erről szól, hogy majd jönnek a drogosok és tüket dobálnak szanaszét a környéken, hanem a szociális szféra, az egészségügy összefogásának köszönhetően egy olyan intézmény jön létre, ami a környéken élőknek is, nem csak a kispestieknek, hanem a környéken élőknek is segítséget nyújthat akkor, hogyha esetleg valamilyen nehéz élethelyzetbe kerülnek. A 10 éves jubileumra nem csak különleges kiállítással, hanem különleges műsorral is készültek a forrásházban. Székely Péter klarinét és Tóth Ilona Éva csembaló művész mellett a forrásház munkatársai és ügyfelei is felléptek. Az energiaválság miatti kényszerdöntésekről, így például a kispesti vígadó és a kispesti kaszinó ideiglenes bezárásáról is tájékoztatta a kerület polgármestere a civil szervezetek képviselőit az őszi civil fórumon. Gajda Péter a sikeresen befejezett beruházásokról, egyebek között a személyzet felújításáról és az 50-es villamos rekonstrukciójáról is beszámolt. Tavasszal találkoztak utoljára a kerületi civil szervezetek képviselői az önkormányzat vezetésével. Az őszi civil fórumon, melyet a civilházban rendeztek, először Gajda Péter polgármester számolt be az önkormányzat aktuális feladatairól, az elmúlt hónapok eseményeiről. Befejeződött az 50-es villamos rekonstrukciója, az új megállókkal, most már itt vannak az új KAF villamosok is. Most arról döntött például legutóbb a fővárosi közé, és hogy további ilyen modern villamosokat szerez be, tehát az a végső terv, hogy a következő év végén már az összes villamos, ez az alacsonypadlós új szerelvény lesz, tehát a régiekkel, ami főleg az időseknek sok problémát okoz, az úgynevezett hannoveri villamosokkal már nem fogunk találkozni. Most még ugye nincs itt az összes KAF villamos, ezért még jár egy, kettő vagy három talán a hannoveriek közül is. Aztán voltak apró felújításaink a saját házunk táján. Személyzet újult meg,
ebben az önkormányzat is részt vett, már abból a szempontból, hogy finanszíroztuk az egészségügyi intézettel közösen, hasonlóan a Madách utcai gyermekfogászat is, ahol egy azon túl, hogy burkolatcserére került sor a közlekedő és egyéb részeken, ott egy vadonatúj fogászati egység, hogy tulajdonképpen ez a fogászati szék került kicserülésre. Azt mondjuk, ez egy majdnem 10 millió forintos beruházás volt, ami az ott a kispesti gyerekeket szolgálja, úgyhogy ez is egy fontos beruházásunk volt. És ha már egészségügy, akkor azt is szeretném elezni, hogy Kispest ebben is az első között volt, ahol valamennyi gyermekintézményünkben biztosítottuk már az elmúlt évben azt az eszközt, ezt az úgynevezett EpiPent, amit eljuttattunk minden gyermekintézmény dolgodába, bölcsödébe, ami a allergiás sok esetleges előfordulás esetén megelőzi a nagyon súlyos szövődményeket, konkrétan azt, hogy bármely gyerek, amely ilyen sokkot kaphat, meghalljon. Folytattuk a komposztálási programokat, meg idén elindítottuk az esővíz, a csapadékvízgyűjtő edények osztását is. Ugye ezekben az esetekben most nem ingyenes, hanem egy nagyon kedvezményes eszközbeszerzésről beszéltünk. Az ingyenesen sajnos az volt a tapasztalatunk, hogy sok esetben nem volt elég motiváló az, hogy valamit ingyen adunk, mert vagy nem jöttek el az oktatásra, vagy nem, aki igényelte, még se kellett neki a komposztáló. Tehát sokan nem érezték az értékét ennek a történetnek, éppen ezért úgy gondoltuk, hogy valamennyi, az eszköz 30%-át finanszírozza a felhasználó, a 70%-át az önkormányzat. Most az a komposztát, hogy ebben az esetben már sokkal többen gondolják, úgyhogy igen, ez egy értékes, hasznos eszköz, és mindenképpen részt kívánnak venni ebben a programban. Szintén folytattuk egy régi programunkat a gyerekeknek, a általános iskoláinknak adtunk 5. osztályig ingyenes füzetcsomagot, ez valóban egy régi programunk, és nagyon népszerű. Jó néhány önkormányzati lakást megújítottunk, hiszen ebben is volt vállalásunk korábban, hogy próbáljuk enyhíteni a lakhatási válságot. A polgármester elmondta azt is, hogy az energiaválságnak milyen következményei lesznek a kerületben. Többek között októbertől zárva tart a kispesti Vigadó és a kispesti Kaszinó. Döntés született arról, hogy novembertől péntekenként otthonról dolgoznak a polgármesteri hivatal munkatársai. A polgármester mellett a fórumon részt vett Varga Attila alpolgármester, és válaszolta a felmerülő kérdésekre. A folytatásban a kormányhivatal által működtetett családvédelmi szolgálatot mutatta be Havasiné Ádámszki Emília. Nagy Zita referens a helyi esélyegyenlőségi programról beszélt az érdeklődőknek. Ferenci István környezetvédelmi tanácsnok a helyes fatüzelésről tartott előadást a megjelenteknek. Már hagyomány, hogy a kispesti Szatmári László alapfokú művészeti iskola karácsonyi hangversennyel zárja az évet. 2022-ben a kispesti baptista imaházban várták az érdeklődőket meghitt ünnepi koncertjükre. Ebből mutatunk most részleteket. Thank you.
Adásainkat visszanézhetik Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!